A magát az iszlám állam tagjának nevező férfi autóval rontott egy Lyon melletti üzemanyag finomító gyárba. A merénylő a gázpalackokkal teli gépjárművel hajtott be a telepre, robbanó szerkezeteket hozott működésbe. A detonációk után tűz ütött ki az üzemben, az elkövető kimenekült az épületből. A gyár udvarán egy lefejezett holtáset találtak a rendőrök, a levágott fej a testtől több tíz méterre feküdt a telep kerítésén, arab feliratokkal az arcon. Az áldozat állítólag nem volt a cég alkalmazottja. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a francia hatóságok és a merénylő között lövöldözést tört ki. A terrorista életét vesztette. Egy másik 30 év körüli férfit elfogtak a hatóságok. Az elfogott férfi az illetékesek közlése szerint nem hajlandó beszélni a rendőrséggel. A lelőtt terroristát később azonosították. Kiderült, hogy a 35 éves merénylőt 2006-ban már megfigyelték. A francia belügyminiszter a helyszínen közölte, Yassim Salhiról van szó, akit radikalizálódás miatt 2006-ban már szemmel tartott a rendőrség, de 2008-ban nem újították meg a megfigyelését. A francia belügyminiszter a helyszínre sietett. Manuel Val francia miniszterelnök pedig megemelte a készültségi szintet. Azt ugyanis egyelőre nem lehet tudni, hogy lesznek-e még támadások. François Hollande francia elnök szerint a támadók célja az üzem megsemmisítése volt. A gyárdolgozóit sokkos állapotban szállították el a helyszínről. Egy francia lap arról írt, hogy krízisközpontot hoztak létre a támadás helyszínétől 20 kilométerre, Burjon-Zsüli kórházában. A helyszínre rendelték a francia csendőrség elitalakulatát is, mert az illetékesek újabb merényletektől tartanak.